svojima to, čo to tavo je, neviem, Brenga, tak fajn, čo je potom také serný, aká inekcia, aká tá beta forma je ma. Jako mindig jelmo na fúzika zember, nem éreztem a rosszul tőle, tehát nem voltak mellékhatások, hogy bármi, de azért rossz érzés az, arra gondolni, hogy az ember esetleg naponta 3-4 tablettát beszed, és nem most, hanem esetleg később lehet ennek valami következménye. Úgyhogy a döntést azt nagyon nehezen hoztam meg, pláne úgyhogy nagyon malasztált a klub, ugye mind a klub, mind a tulajdonosunk, Nyerges Zsolt, mind a szurkolók, és ugye pláne egy ilyen környezetben vagy szituációban nagyon nehéz meghozni a döntésemet, de amúgy az életemben mindig jellemző volt, hogy mindig magam használom a döntésémet, nem igazán hallgattam senkire, és elég határozott volt, amikor már kialakult bennem valami, tehát ez így alakult, de ettől függetlenül imádom ezt a csapatot, szeretek mindig visszajönni a városba, a csarnokba, találkozni ismerősökkel, akár barátokkal, akár csak olyan emberekkel, akiket látásból ismerek, akár a szurkolókkal, rengeteget kaptam tőlük, fantasztikusan sok szeretetet, szép emléket, és én abszolút egy hálásikus vagyok. És tudom azt, hogy az egész, ahogy felépült, az elejétől kezdve, amikor idejöttem, kellett egy kis idő addig ahhoz, hogy elfogadjanak. Ja, ezért meg kell küzdeni, ez teljesen természetes dolog. És úgy érzem, hogy meg is küzdöttem érte. Amikor már az olajba úgymond bejátszottam magam, és ugye már itt voltam egy-két éve, akkor már tudatosult bennem, hogy elhatároztam azt, hogy nyilván van lehetőségem, akkor ebben a klubban szeretném befejezni a pályafutásomat, és Magyarországon máshol nem szeretnek játszani. Szerencsére ez is, ehhez is adottak voltak a feltételek, úgyhogy